Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok. Már nagyon sok kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy melyik képernyő rögzítő programot szoktam használni, tehát hogyan készítem az ilyen gameplayeket, és ebben a videóban most erről lesz szó. Ha beírjátok a PlayerUs-ba azt, hogy SCR, tehát Screen Recorder, akkor egy csomó találatot fogtok kapni, például MobiZen, a Screen Recorder, de ezek között nincs az, amit én is szoktam használni, mert valami jogi herceurca miatt a készítőnek le kellett törölni a PlayerUs-ból. De, hogyha bementek az internetböngészőbe és beírjátok azt, hogy SCR Pro, ugye ez az alkalmazás neve, akkor ki fogja dobni a weboldalát a készítőnek, mert ő oda feltöltötte, ingyenesen elérhetővé tette ezt az alkalmazást, oda rákattintotok és már le is tudjátok tölteni. Ha letöltöttétek az APK fájt, majd engedélyeztétek ugye az idegen forrásokat, már fel is tudjátok telepíteni a telefonra, és már lehet is használni. Hogyha feltelepült és rootoltan indítjuk el az alkalmazást, akkor ezt a két lehetőség között tudunk választani, az egyik az, hogy rootolt módban, a másik pedig, hogy nem rootolt módban indítjuk el. A rootolt mod annyiból jelent ilyen pluszt, hogy olyankor úgy tudunk rögzíteni felvételt, hogy csak a telefonnak ugye ez a belső hangját rögzíti, tehát így az ilyen ütések, koppanások ugye így nem fognak belátszódni a felvételbe. Azt vettem észre amúgy, hogy 6.0-án ez nem működik, tehát ott kifagy az alkalmazás, hogyha ezt be akarjuk neki kapcsolni. Na de akkor válaszoljuk is a nem rootolt módot, hogyha kiválasztottuk, akkor itt okézzük le neki, hogy ezt nem utassa többet, majd pedig menjünk be a beállításokba. A beállításokban én ezt beszoktam kapcsolni mindig itt azt, hogy more, és akkor mutassa ugye az Advanced, meg az Unstable ilyen menüpontokat is, és akkor vegyük sorba tényleg őket. Van először a felbontás, itt be tudjuk tényleg állítani azt, mekkora felbontásban készüljön a felvétel. Egyértelmű, hogy gyengébb telefonokon ajánlatos kisebb felbontásban rögzíteni, az erősebbeken akár az 1080p is működhet. Majd pedig állítsuk be a bitrétet, és ez arra szolgál, hogy minél nagyobb a bitrét, annál szebb lesz ugye a felvett képnek ugye a képminősége. Itt is gyengébb telefonokon ajánlott a kisebbet használni, erősebbeken ugye akár a 30 megabyte per szekundumos is jó lehet, és így nagyon szép képet fogunk kapni, de viszont így a tárhelye is meg fog növekedni egy-egy felvételnek. Ezek után az orientációt lehet még beállítani, tehát hogy fektetett vagy portrénézetben lássuk ezt az egészet, ezt ki kell tapasztalni, hogy melyik játéknál melyik fog jól működni. A timelessnél itt hát én normál szoktam használni, itt a Source-nál itt be lehet állítani azt, hogy ugye így a mikrofonon keresztül rögzítse hangot, vagy hogyha rútól vagyunk, akkor ugye tudjuk azt kiválasztani, hogy csak a belsőt rögzítse, ott én általában azt szoktam használni. A rátánál pedig itt beállíthatjuk, hogy mekkora rátával legyen rögzítve ugye a hangunk, egyértelmű itt a magasabb ráta elméletileg ugye szebb hangot fog eredményezni. Továbbá még itt a sztereó hangságot is beállíthatunk. És az átörne itt van pedig az, hogy be tudunk kapcsolni facecamet, tehát úgy tudunk rögzíteni ilyen játék videót, hogy ott van közben ugye a fejünk, tehát az is fog így látszódni, ezt oda tudjuk vinni, ahova szeretnénk, és így ilyen átlátszóságot tudunk neki beállítani, tehát hogyha lentebb visszük, akkor ugye átlátszó lesz ugye a háttér, tehát látjuk, hogy mi van ugye a fejünk mögött például. Ezt annyira nem szoktam használni, ezt ki szoktam kapcsolni, ugye. Van egy olyan, hogy Hide Notification Icon, ugye ez azt jelenti, hogy itt fölülről az értesítési sávból nem fog látszani, hogyha megy ugye ez a képernyő felvő program, hogy mutassa alatta az van, hogy mutassa ugye az érintéseket, tehát hogyha megérintjük a kijelzőt, akkor látunk egy ilyen kis pontot, hogy ugye hol van az ujjunk. Nurut, itt pedig ugye be tudjuk állítani azt, hogy hova mentődjön le, ugye hol találjuk majd meg ugye a felvett fájt. Stop Screen, Screen off, ugye, hogyha ez be van pipálva, és ugye úgy kikapcsoljuk így a kijelzőt, akkor leáll a képernyő felvétel, hogyha nincs benne pipa, akkor pedig nem fog leállni, akkor is folytatódik a felvétel, hogyha ki van kapcsolva a kijelző, és itt már nagyon nincs is más benne. Hogyha megvonjuk a beállításokkal, bármikor el tudjunk indítani ezt az alkalmazást, itt van ez a kis lebegő ablakocskája neki lényegében, és ez a legelső ikonra kell rákattintani, itt először vissza fog számolni, és már ugye megy is a felvétel, amit elmet mondjuk át itt. Lehet, hogy úgy tudjátok, hogy újra megnyitjátok az alkalmazást, vagy lehúzzátok föntről az értesítési sávot, és rá kattintotok ott arra az ikonra. Lényegében ennyi is lenne a képernyő rögzítő programnak a bemutatása. Szerintem ez a legjobb, ami így a piacon fellelhető. Én nagyon szeretem, mert nagyon szép képet tudok vele készíteni, valamint hogyha nem 6.0-án vagyok, akkor a hangminőséggel sincsen semmilyen gond. Hogyha bármilyen kérdésetek van még vele kapcsolatban, akkor írjátok le nyugodtan kommentbe, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel a csatornámra, és mint mindig találkozunk legközelebb. Sziasztok!